már itt vagyunk Spearfishbe, akkor hadd ugorjunk át egyet Sturgisbe. Itt van nem messze egy 20 percnyire. Nézzük már meg azt a híres motorbicikli múzeumot. Nagyon pici város, kb. 7000 ember él itt. De a világon az egyik legnagyobb motoros találkozót szervezik itt. Már közel 80 éve. Tavaly, nem, az idén volt 79. éve. Minden évben kb. 500 000 motoros jön el ide. Hatalmas bevételt generálva a környéknek. 800 millió dollár kb. Évente. Augusztusban rendezik, és 10 napos. Szép egy nagy csönd lehet, aztán két hétig, 10 napig hatalmas buli. Harley Davidson Way. No way. The Knuckle Trading Post. Knuckle Saloon. Salon. Nagy a forgalom. Vegyetek már! Iron Horse Salon. Vasló. Kétezer-egyben hozták létre ezt a múzeumot. Kik vannak ide belevésve? Szívecskék. Leteszek én is egy téglát ide mindjárt. Csak nem hoztam pont most magammal. Na jó, menjünk be. Na nézzük. A Sturgis motorbicikli. Museum Hall of Fame. 9-től 5-ig minden nap. 1 óra, 20 perc, 40 perc. Elég lesz a vajon. Állj, állj, állj! Na nézzük, gyerekek, hogy mi van itt. Harley Day. Hát a legtöbb itt Harley lesz, meg indián. 36-os indián. Nézzük szélesebb kamerával, jobban beleférjen. Chief. 38-os knucklehead. Harley Day. Mutassam azokat is. JD Streamliner. Streamliner, bocs. Mi ez, csak nem GPS rajta? Hajja! A térkét tartó. Micsodi kormány. 30-as indián. 74. Hm. 30-as Harley D. V modell.
azt hiszem csak inkább a közelebbi kamerát kéne használjuk, mert nem fogjátok látni a részleteket. Amúgy nem szabad semmihez hozzáérni, se felülni a motorbiciklikre egyértelmű, de viszont van egy hely, ahova szabad ülni, 40-es indián. Ennek itt fent van a váltója. Nagyon laza. Olyan, hogy ezek a régiek mind lánchajtások. Tizenkettes Sears Dreadnought. Fapados. Itt van a trón, gyerekek. Hengerekből, meg benzintankokból, fogaskerekekből, kipufogó csövekből, kerekekből épített. És ezen lehet trónolni. Ide üsz fel a féktarcsára. Benzintankok a könyöklők. Yeah! Born to be wild. Gyerekek, lehet, hogy nem tudjátok ezt sokan, de én nagy motoros vagyok, én ilyen 12 éves korom óta motorozok. Imádom a motorokat. Mióta Floridából elköltöztem, mikor adtam el novemberbe a motorbiciklimet. 43-as indián. Ennek is itt fenn van a váltója. Minden indiánnak fenn van a váltója, ennek is az 52-es Chiefnek. Háj, bejön ebben olyan kazetta van, mint a tiédben. Hogy hívták? 8-as track. Track 8-as, egy kis antenna, hangszórók, a luxus gyerekek, kőkorszaki luxus, nem épp kőkorszaki, 76-os, akkor én még mínusz 2 éves voltam, Liberty Edition, full extras! Ez elég gyenge, ez mi ez valami? Ja, 82-es Harley. Hú, középsőket itt még nem is néztük, 91-es Harley. Jaj, de csúnya ez. Nézzetek, milyen ilyen hosszú. De hogy éred el a kormányt? Hasra kell feküdjél. Ebben három külön motor van. Három darab egyhengeres. Itt hátul gondolom a váltó külön. Hol van ennek a táblája? Nincsen táblája. Psychedelic Chopper és 69-es Gucci. Meg kell a csajt kérdezzem. Trágyapumpa. Már széhajtás van. Hogy ide is. Hú, ez egy gyönyörű, gyönyörű munka van. Gyönyörű festői munka van ezen. Már művészet, gyerekek, ez nem csak festés. Ezen amúgy nincsen semmi műszerek. Na, ezt nézzük meg, ez hogy miből alkottak. Dallas, Texas. Tehát 17 kubik inch Evo style. Nem túl praktikus, de szép meg szép. Volt még egy 2003-as Harley V-Rod. Ezt nem tudtam meg, de mindegy, mert úgyis mocsok szerelék.
Wow. Ez egy szerkezet, gyerekek. Canada bike. Minden fék nincsen elő. Hol van a tarcsa? Na ne forgolódj, mert nem tudlak megnézni rendesen. Micsoda kép. Ötven éves évfordulójára. Miből van? 86-os ból van. Aranyozatra csinálva. Amerika leggazdaságosabb autója nem egy autó, hanem egy motorbicikli. Jó, ez nagyon lúnya. Elviselés mi? Mik ezek ágyuk? Ki van ide téve oldalra a karburátorja, és így szívja a levegőt. Szűrő van-e benne? Aminek azt. Ilyen bogártól jobban menjen. Excelsior Henderson. És ott fenn a fapadosok. Ez tényleg fából van kifaragva. Ez igen szép munka. Még van ott hátul, mikor odaérünk, megnézzük azt is. 48-as Royal Enfield. Ja, ez mi a picike? Pici Indian, 45-ös, 49-es Indian, papusz. 64-es Royal Enfield Interceptor. TT. Indihány. Ennél Supermax. 42-ös, 22-ös Ace. Soros négy hengeres. Az igen. És ez a kis sárga Indian. 49-es Indian Arrow. Harley D909. Arról van modellezve. 42-ös Cushman. Cushman 34-es. Mint Cushmanek, ezek a robogók 47-es. 46-os. Flying Merkle 12-es. Két hengeres. Két gyertya hengerenként. Sportgépe. 1905-ös Harley Day Strap Tank Single. Egy hengeres. Micsodi. Wow. Milwaukee. Excelsior 59-es Kadett. Cushman 56-os. Ez mi ez itt az Indián? 99-es Chief. Itt egy pici Tomahawk. Hátul két kerék, elő két kerék. Replika. Ötvenkettes Vincent Black Shadow. Na Vincent, erről nem is hallottam még, Vincéről. Két központi rugós taggal. Dupla dobfékkel. Ez egy 53-as Comet 500 köbcentis. Az két hengeres, az V2-es, ez egy hengeres. Hát ez hogy kerül ide ez a sportgép?
Triumph. Nyolcvanötös Harley D. Ajá, ez csónakos. Van egy háromkerekű is. És egy 38-as Indian Chief. Ez is oldalkocsis. Sturgis eltérje a hegy oldalon. Most nincs a miért, aki menjünk. Ennyi egy évre nem vagyunk itt kíváncsiak.